Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Kassza Badonisz vagyok, a vasárnap.hu munkatársa. Ez itt a Hadjárat Podcast legújabb műsora. Őszinte gondolatok, szókimondó vélemények és karakteres vendégekkel szedjük szét és rakjuk össze mindazt, ami érint minket. Ez itt a Hadjárat. A mai vendégem Dobsa István, a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetségének, Ifjúsági Szövetségének az elnöke. Egyenesen Kárpátaljáról kapcsolódik telefonon keresztül a műsorunkba. Szervusz István, üdvözöllek téged! Jó napot kívánok, én is üdvözöllek! Hát csapjunk is a közepébe. Ha én most kimennék Kárpátaljára, Ungvár egyik terén állnék és elénekelném a magyar himnuszt, milyen következményekkel számolhatnék? Ez egy nagyon jó kérdés, de most mégis aktuális. Én azért még az optimista forgatókönyvet látom magam előtt, és úgy hiszem, hogy ebből különösebb problémád nem származna, de sajnos az esélye az már megvan annak, hogy akár olyan járókelőbe botlanál, akit ez esetleg feszélyezne, és jobb esetben néhány rossz indulatú megjegyzéssel tovább áll, a rosszabban pedig esetleg, nem tudom, levideózna, rendőrséget hívna, vagy a hisztériakeltés egyéb eszközéhez nyúlna, mert ott sajnos ilyen időket kell, hogy megéljünk itt most Kárpátalján. A helyzet az picit folyamatosan fokozódik, az ukrán-magyar viszony az látott már szebb napokat is, hogy így fogalmazzak, és hát azt reméljük, hogy azért ezt a rendkívül feszült helyzetet a közeljövőben sikerülhet valamilyen úton, módon megoldani. Kárpátaljai magyarok, azok kiktől tarthatnak most? Én azt látom, hogy Kárpátalját egyébként továbbra is őrizzük a béke szigeteként itt Ukrajnában, abban az Ukrajnában, ahol ugye sajnos fegyveres konfliktus zajlik 2014 óta, és nagyon sok olyan kísérlet született és származik ukrán nacionalistáktól abban az irányban, hogy megpróbálják destabilizálni ezt a kárpátaljai békét is. Azonban sajnos nacionalizmus az most nagyon nagy teret kapott, és a fiatal generációk körében ez mindig nagyon népszerű lehet. Ezért még mindig többségben vannak a józan gondolkodású ukrán nemzetiségű emberek Kárpátalján, viszont a médiában megjelent dokumentumfilmeknek álcázott egyébként nacionalista filmek, amelyek a kárpátaljai magyarokat megpróbálják nagyon rossz színben feltüntetni, azok a lózungok, amelyek itt az elmúlt évek alatt rendszeressé váltak, sajnos fenyegeti ezt a fiatal generációt, és én is tartok attól, hogy Kárpátalján is megjelenhet az a fiatal generáció, aki mondjuk vevő ezekre a nacionalista kezdeményezésekre, és esetleg beleállhat mondjuk egy ilyen történetbe, hogy mondjuk téged himnuszt elénekelve, nem tudom, ott meglökdös vagy hazazavar. Még egyszer mondom, hogy azért én még mindig optimista vagyok, és úgy látom, hogy Kárpátalján még nincs ilyen veszélyes helyzet, és mindannyian azért dolgozunk, hogy ne érjük el ezt a szintet. Azért örülök annak, hogy sok olyan ukrán értelmiségi van, aki átlát ezeken a próbálkozásokon, és sokszor az ukrán többségi embereket is arra kéri és arra inti, hogy ne üljenek fel ezekre az üres ígéretekre, ezekre a lózungokra, és őrizzük itt meg a békét Kárpátalján, ahogy tesszük ezt már sok száz éve, hiszen Kárpátalja az egy sok nemzetiségű régió. Itt mindig meg tudják az emberek értetni egymást, maguk tisztelik egymás kultúráját, tisztelik egymás nyelvét, és most a mi generációnkon van a felelősség, hogy ezt tovább tudjuk vinni, hogy ezt tovább tudjuk őrizni. Lehet azt mondani, hogy felétek vannak azért olyan ukránok, akik józanabb gondolkodások, és esetleg akár szövetségesei is lehetnek a helyi magyaroknak? Igen, igen, ezt kimerem jelenteni, és erre azért vannak már tényszerű bizonyítékok is, háló Istennek. Itt ugye 2020 novemberében, hát itt egy jelentős atrocitásra került sor, hiszen a KMKSZ székházában, a KMKSZ-hez tartozó szervezeteknél, és annak elnökénél, Brenzovics Lászlónál, hát nagyon komoly házkutatásokra került sor. Talpig felfegyverzett, maszkot viselő katonák rohanták le ezeket az épületeket, illetve a családi házát Brenzovics elnök úrnak. Én ezt eleve egy rendkívül túlzásnak ítélem meg, hiszen az igazságszolgáltatáshoz nem sok köze lehet egy ilyen akciónak, mert ugye ismeretes, hogy az előzményekről is beszéljek. Nagyjából két évvel ezelőtt a KMKSZ jótékonysági alapítványa és az EGÁNEDE gazdaságfejlesztési alapítvány ellen különböző vizsgálatokat indított Ukrajna hatalma,
és szeparatista gyanúval próbáltak megint bizonyítékokat tartani, és állítólag ennek egyfajta záróakkordja, vagy ez ehhez tartozó intézkedés volt ez a 2020 novemberi házkutatás is. Viszont hát ezt aztán több ukrán, helyi ukrán közéleti szereplő is elítélte, és nagyon túlzónak tartotta. Tehát azért még a remény sugara az felvillan, meg látjuk azt, hogy igen, tehát azért vannak józan gondolkodású ukrán értelmiségiek, akik ezt is túlzónak tartják, és szerintük is ez nem a békés együttélést, hanem ez csak a feszültséget szítja, és nem igazán lenne erre semmi szükség. Hogyha bármilyen vizsgálatot szeretnének elrendelni, természetesen az államnak ehhez joga van, azt civilizáltabb módon is ki lehetett volna vitelezni. Én úgy képzeltem volna el, hogy mondjuk nyomozó tisztek meglátogatják ezeket az intézményeket, és felteszik az aktuális kérdéseiket. Nem tartom azt szükségesnek, hogy ilyen katonai demonstráció keretein belül rohanjanak le egyébként jótékonysági alapítványokat. Kinek akart megfelelni akkor most itt az ukrán biztonsági szolgálat, hogy tulajdonképpen lerohanta a helyi magyar intézményeket? Nézd, én úgy látom, hogy az elmúlt évek alatt a kárpátaljai magyar közösség az a hatalmi játékok egyik eszközévé vált. Mindig ki lehet játszani a nemzetiségi kártyát, és be lehet tömni ezzel bizonyos lugakat. Tehát a hatalom az sajnos nem tud, illetve nem olyan szinten tud felmutatni gazdasági sikereket, infrastruktúrális beruházásokat, és ugye hát az embereket meg valamivel irányítani kell, és milyen egyszerű az, hogyha mondjuk egy bizonyos nemzetiséget itt rossz színben tüntetünk föl, és megpróbáljuk bemutatni azt, hogy mi, a hatalom, megvédjük az országot ezektől a gazemberektől, és sajnos itt az utóbbi években itt a kárpátaljai magyarság került célkeresztbe, azért, mert bátran kijelenthetjük, hogy legjobban szervezett ukrajnai nemzetiségi közösségéről van szó, van anyanyelvi oktatás, elemi szintől felső oktatásig, van írott sajtója, magyar nyelvű rádiója, tévéje, tehát egy olyan felület, amiben lehet kapaszkodni, és be lehet azt mutatni, akár így erőt demonstrálva, hogy bizony nagyon könnyen rendet tudunk rakni a soraik között, és megvédjük Ukrajnát az ellenségeitől, és én itt aláhúzom és zárom, és megjegyzem, hogy ez egy rossz felismerés a hatalom részéről, és nagyon jó lenne azt elérni, hogyha a kárpátaljai magyar közösségre nem mint ellenség tekintenének, hanem mint lehetőségre. Egy hídra, ami mondjuk az Európai Unió irányába vezet, hiszen a kárpátaljai magyar közösség az törvénytisztelő, békeszerető állampolgára Ukrajnának. Minden lehetséges törvényt betart, itt él a szülőföldön. Nem kér semmi egyebet egyébként, semmi újat, csak amit az 1996-ban elfogadott Ukrajna alkotmánya garantál, és egyébként évek hosszú sora alatt működött ez a dolog. Gondolok itt az anyanyelv használatra és az anyanyelven történő oktatásra. Akkor szerinted az elmúlt években mi változhatott meg? Esetleg a kiélezett ukrán-orosz viszony miatt csapódott le a feszültség a kárpátai magyarokon? Én azt látom, hogy talán tekerjük picit vissza az időkerekét, és lépésről lépésre, így egyszerűbb lesz, a végére jutunk. Ugye 2014 a Janukovics rezsim megbukik, kelet-ukrajnai konfliktus kiéleződik, Oroszország annektálja a Krimfélszigetet, egy rendkívül zavaros helyzet veszi kezdetét. Ukrajnában a Magyarország kormánya folyamatosan próbálja bizonyítani azt már akkor is, hogy jó szomszédja Ukrajnának, és segít a bajba jutott szomszédon. Ugye több kamionnyi humanitárius segítség, folyamatos segítségnyújtás, kommunikáció, ami a két ország között akkor zajlik. Petro Poroshenko alakít kormányt, őt választják Ukrajna elnökének, és én úgy fogalmaznék, hogy egy pozitív irányt vesz a két ország akkori kapcsolata.
Ennek egyik mérföldköve szerintem Magyarország Jukán nagykövetnek a kinevezése, a Nepo Piuba asszonynak a kinevezése, azt hiszem, hogy 2016-ban. Korábban előtte nem volt csak ideiglenes nagykövete Magyarországon, Ukrán részéről, és ez is jelezte azt a fajta picit feszült viszonyt a két ország között. És ezután egyfajta pozitív kommunikáció vette kezdetét, ezt mi is éreztük. Ugye Magyarország folyamatosan kardoskodott mondjuk Ukrajna vízumliberalizációjáért. Magyarország kormánya folyamatosan tett pozitív állásfoglalást Ukrajna társulási, EU-s társulási egyezményért, és itt volt egy újabb mérföldkő, ami után picit megváltozott a viszony. 2017. szeptember 1. Ukrajna és az EU véglegesíti a társulási egyezményt, és 2017. szeptember 5-e, pedig Ukrajna legfelsőbb tanácsa, az ukrán parlament másodolvasatban is elfogadja azt az ominózus oktatási törvényt, amely lényegében véve el lehetetleníti az anyanyelven történő oktatást az Ukrajnában élő nemzetiségek számára. Én ezt látom egy olyan pontnak, ami után a célkereszt az teljes egészében a kárpátaljai magyar közösségre irányult, és ezután folyamatosan szaporodtak meg az atrocitások, tehát 2017 novemberében. Bocsánat, hogy félbeszakítalak, de hát akkor tulajdonképpen csak addig kellett a jó viszony, a jó baráti viszony a magyar kormánnyal, míg megnyílt a EU előtti kapu? Sajnos, hogyha a sorok között próbálunk olvasni, akkor hát nem túl nagy hozzáértés kell ahhoz, hogy ezek a tények kitűnjenek. Valamiért ez történt, és ez történik. Tehát folyamatos, azután a 2017-es mérföldkő után folyamatosak az atrocitások a kárpátaljai magyar közösség irányába. Fekete ruhás, ultranacionalisták vonulnak fel Beregszász főterén, letépik a magyar zászlót a városházáról, rendőrséget kell kihívni hozzájuk, de még a rendőröknek is nekiállnak, tehát füstgránátokat robbantanak, tehát megpróbálják destabilizálni ezt a békés régiót. Aztán, hogyha most itt sarkítani akarom a dolgokat, egy nagyon szomorú esemény, ami teljesen már veszélyes vizekre terelte ezt az egészet, az 2018 februárja, mikor is első alkalommal próbálják felgyújtani a KMK székházát Ungváron, tehát egy molotov koktélt dobnak rá, szála Istennek sikertelen, de aztán február 27-én már nem bízták a véletlenre, és egy pokolgépes támadás érte a székházat, ami hát nagyon komoly sérüléseket is szenvedett, és a jóisteni közbenjárás az, hogy nem került az ember áldozatba. Viszont ezt már nyíltan nevezhetjük terrorcselekménynek, hiszen ez egy robbantás volt. Én azt mondom, hogy ezek után nagyon rossz irányt vettek a magyar-ukrán kapcsolatok, és folyamatosan megpróbálták destabilizálni itt a békét, és a magyar-ukrán kapcsolatokat rossz színben feltüntetni. És itt most megint jegyezném csöndben, hogy azért egy ilyen zavart országban, ahol ilyen konfliktusok zajlanak, nem vagyok benne biztos, hogy tehát nagyon sok ember, nagyon sok felet meg lehet jelölni, hogy ki az, aki robbantott, és ugye itt a felek egymásra is mutogatnak. Sajnos a helyzet az rendkívül feszült. Kicsit a részletekbe bele tudunk menni, mert azért nekünk itt anyaországi magyaroknak nem minden világos. Különbséget lehet tenni egy kárpátaljai ukrán és egy úgymond a Kárpátokon túli ukrán között? Tehát kik, akik a feszültséget gerjesztik, akik évszázadok óta együtt élnek a magyarokkal, ruszinokkal, velük is van esetleg probléma? Az én véleményem az, hogy ide exportálják a nacionalizmust, tehát hágon túlról érkezik. Tehát az itteni ukránság az pont abból a sok száz éves múltból, ami mögöttünk áll, ők alapjában véve barátságosan próbálnak meg ez a kérdéshez és hozzánk is állni, hiszen ahogy az előbb is elmondtam, igyekszünk egymást tiszteletben tartani, igyekszünk egymás nyelvét, kultúráját tisztelni. A politika az előszeretettel használja fel a nemzetiségeket, előszeretettel használja fel a nemzetiségek közötti konfliktus generálását, és én azt látom, hogy itt is ez történt. Ha csak az előbb említett felvonulást veszem alapul, utólag megpróbálták ugye kigöbözni a szálakat, hogy kik vonultak föl, helyi lakosok voltak ezek a fiatalok, akik megpróbáltak Beregszászban félelmet kelteni, és nagyon meglepő számadat került elő, hiszen alig voltak néhányan helyiek, összesen lehettek nagyjából 90, és ebből kevesebb, mint 10 voltak helyiek, a többiek pedig valahonnan
Ukrajna más megyeiből érkeztek ide. Tehát mi célt szolgálna ez, hogyha nem a destabilizálás? Tehát miért kell valakinek adott esetben több száz kilométert ótóznia azért, hogy itt csinálja a hangulatkeltést egy békés városnak a főterén? Hogyan reagál ezekre a támadásokra, atrocitásokra a Nyugat, Európa, Európai Unió, különböző civil szervezetek, akik gyakran kiszoktak állni a kisebbségek érdeke mellett, most vajon a kárpátai magyarokat is megvédik? Nem, sajnos nem éreztünk Nyugat irányából semmiféle támogatást, annak ellenére, hogy a Kárpátai Magyar Kultúrai Szövetség igyekszik minden lehetséges fórumon hangoztatni ezeket a problémákat, és ugyanúgy Bocska Andrea európai parlamenti képviselőasszony, aki ugye Kárpátaljáról származik, szintén igyekszik hangot adni ezeknek a problémáknak. Én mégis rendkívül alul értékelném azokat a reakciókat, amelyek mondjuk az EU-hoz köthető szervezetek irányából érkeznek. Reméljük, hogy ez irányból is változhat a helyzet, hiszen azért Ukrajna reakciói azok nagyban függnek attól, hogy a Nyugat mit kér, vagy mit próbál meg irányként lerakni. Úgyhogy egyfajta megoldás lehetne az, hogyha a nyugati szervezetek, a nyugati berendezkedés az határozottabban nyúlna ehhez a kérdéshez. Visszatérve az atrocitásokra, ugye tavaly Kárpátalján, így egész Ukrajnában önkormányzati választások voltak, ahol jelentős sikert ért el a KMKS. Ez is felbőszítette a kormánypárti nacionalistákat? Ez is akkor lehetett annak, hogy az SPU az házkutatást rendelt el a KMKS elnökének a házánál? Ez egy rendkívül érdekes és sejtelmes kérdés, így kell fogalmazzak. Hogy jó dolgokról is beszéljünk, 2020-as helyhatósági választásokat, azokat túlzás nélkül nevezhetjük történelmi sikernek a kárpátaljai magyar közösség szempontjából, hiszen a lakosság arányának megfelelően tudott képviselőket juttatni mind a megyei, mind pedig a járási, mind pedig a kistérségi szintekre. Sikerült polgármestereket juttatnunk a kistérségek élére, kiemelném itt például Beregszászi kistérséget, ahol magyar polgármester irányít, és ott a megyei tanács, ahol a 64 tagú képviselőből 8 magyar nemzetiségű képviselő foglal helyet, akik a KMKS színében jutottak mandátumhoz. Tehát ezek olyan sikerek, amelyre a kárpátai magyar közösség nagyon büszke lehet. Azt így el kell mondjam, hogy egy nagyon összeszedett és hát egy nagyon jó felépített kampányon hozta meg valószínűleg ezt a gyümölcsöt. Megpróbáltuk hazahívni azokat a kárpátaljai lakosokat, akik sajnos a nehéz gazdasági körülmények miatt külföldön kényszerülnek munkát vállalni, és hát úgy néz ki, hogy ez be is jött, hiszen a szám adatok azok ezt mutatják, és hát bíztunk is abban, hogy az elért sikereknek megfelelően tudjuk majd érdekeinket érvényesíteni megyei tanácsban, ami ennek a régiónak a legfelsőbb érdekérvényesítő szintere. És hát sajnos nem ez történt, hiszen a koalíciós tárgyalások kellős közepén történtek ezek a házkutatások, és hát mondanom sem kell, hogy félbe szakadtak ezek a bizonyos tárgyalások, és így most jelenleg a KMKS az nem tartozik a többséget alkotó, nem tagja a többséget alkotó koalíciónak. Tehát akkor ez egy szándékos támadásnak is nézhetjük. Esetleg van egyfajta gyanú, nevezhetjük ezt így, hogy akár itt a szándékosság jeleit is azért érezni lehet. Ha jól tudom, az elnök úr Brenzovics László jelenleg Budapesten tartozik. Haza tud most menni? Kárpátaljára? Brenzovics igen... László elnök úr sajnos nem tud még jelenleg hazalátogatni Kárpátaljára. Ennek az oka a következő. Ugye ellene vádiratot készítik éppen elő, és őt hazaárulással és szeparatizmussal vádolják, próbálják meg vádolni. Viszont ez igen vontatottan halad, ez az ügy, ez a vádirat a mai napig nem áll még rendelkezésre, és nem készült el. Viszont a hazaárulás az egy nagyon súlyos büntet Ukrajnában, 12-től 15 évig történő szabadságvesztéssel büntetik, és nem lehet szabadlábon védekezni. Ami azt jelenti, hogy ha ő most átlépni a határt, akkor letartóztatnák, és itt ez a vádirat lehet, hogy egy hónap, lehet, hogy egy év, vagy akár több év, mire elkészül, vagy épp
ejtik az ügyet, tehát szerintünk az egy bölcs lépés, hogy ő most jelenleg külföldön tartózkodik, és hát megpróbáljuk ezt a helyzetet valamilyen szinten normalizálni, hiszen egyébként semmilyen olyan valós bizonyíték nem áll rendelkezésre, ami ezeket alátámasztaná, és hát sajnos itt ez a vádeljárás az sajnos nagyon mostoha időket idéz, és itt sokszor visszahozza a lesötétebb szovjet éra a koncepciós pereit. Tehát én ezt így látom. Fiatalként nagyon bízom abban, hogy Ukrajna jelenlegi politikai elitje az nem ezt az irányt, nem ezt a sötét irányt szeretné képviselni, hanem ugye többször kijelentik azt, hogy ők Nyugat-Európa, az Európai Unió irányába próbálnak meghaladni. A legszebb ideje lenne, hogyha ezt nem csak szavak mentén, hanem tettekkel is tudnák bizonyítani. Menjünk kicsit keletebbre, az orosz-ukrán határ felé. Fokozódik ott a helyzet. Tehát van-e valós esélye annak, hogy itt akár egy háború is kitörhet az ukrán és az orosz fél között? Az esély az sajnos megvan, viszont nyílt háborúra nem kerül sor. Ha nyílt háború következne be, akkor ez beláthatatlan következményekkel járna. Én ezt úgy látom, hogy egyfajta erődemonstráció mindkét oldalról. Ugye Amerikában történt egy hatalomváltás, és köztudott, hogy a jelenlegi amerikai hatalom és az ukrán hatalom az nagyon jó kapcsolatot próbál meg ápolni. Amiről kevesebbet írnak, az, hogy itt nemrégiben szintén volt egy közös hadgyakorlat Amerikának és Ukrajnának, amire válasz reakcióként szerintem Oroszország is most megpróbálja megmutatni az erejét, és igyekszik a Biden adminisztrációt próbára tenni. Én ezt így látom, persze egy ilyen helyzetben nagyon sok minden benne van, hiszen hogyha mondjuk több száz, több ezer katona sorakozik föl egymással szemben néhány száz vagy néhány kilométerre, ez már önmagában is veszélyes, és egy ilyen helyzetben nagyon sok minden benne van. Azért én bízom benne, és remélem, hogy a helyzet, a fegyver szünetet az sikerül újraéleszteni, és sikerül azt a demilitarizált zónát fenntartani úgy, ahogy az elmúlt néhány hónapban sikerült, hiszen egy háború az katasztrofális lenne. Milyen következményekkel járna a kárpátai magyarokra nézve? Rendkívül veszélyes helyzet lehet ez, hiszen ugye 2014-ben már ezt átélte a kárpátai magyarság. Ugye hát minden állam ilyenkor hadsereget épít, és a besorozásokat azokat intenzíven kezdi, behívó leveleket kapnak a hadköteles férfiak, és hát nem tudom, nem sok olyan embert ismerek, aki jelenleg szeretne fegyvert fogni, és háborúba menni, úgyhogy itt valószínűleg hát újra elindulna egyfajta menekülési hullám, egyfajta káosz, egyfajta pánik, úgyhogy minden lehetséges eszközöt meg kell azért ragadni, hogy erre ne kerüljön sor, és a háború az ne induljon, ne következzen be. Jelenleg hogy látod, milyen állapotban van most a kárpátai magyarság? Demográfiailag nézve, vagy akár a lelkiekben, a hétköznapokban, hogyan tudnak boldogulni, hogyan élnek? A kárpátai emberek azok mindig optimisták, és az a hír járja róluk, hogy a jéghátán is meg tudnak élni. Az elmúlt évek történései azok bizonyítják ezt, hiszen azért Kárpátalja sohasem tartozott egy könnyű régió közé. Itt mindig a történelem valamiért mindig gondoskodott arról, hogy az emberek mindennapjai azok ne legyenek túl könnyűek. Ezért egyfajta acélozottság, edzettség az megvan a kárpátaljak esetében, és én most is ezt látom. Tehát nem szeretünk panaszkodni, és nem is akarunk. Az tény, hogy a helyzet az azért megvisel mindenkit lelkiekben. Ugye itt most van egy világjárvány, ami alapjában véve egy rendkívül nagy terhet rak minden állampolgára, és most nem csak Ukrajnáról beszélek, hanem a világ bármelyik más pontjáról. Most ugye a mi esetünkben ez még megvan spékelve egy rendkívül feszült belpolitikai helyzettel, és egy háborús zónával, és egy háborús helyzettel. Úgyhogy azért nem mondanék igazat, hogyha azt mondanám, hogy mit sem törődnek ezzel az itt élő emberek. Persze, beszélnek erről, beszélünk erről, jelen van ez a mindennapjainkban, aggódunk, viszont megpróbáljuk megőrizni a nyugalmunkat, ezt megpróbáljuk továbbadni, hiszen az 2014-nek egy nagyon
komoly tanúsága volt az, hogy mennyire számít az, hogy a sajtó és a média termékek azok milyen híreket, milyen minőségű híreket publikálnak. Sajnos 2014-ben nagyon sok dezinformáció látott napvilágot, csak azért, hogy szenzációhajhászás miatt egyes sajtóorgánumok lehoztak pánikkeltő és félelemkeltő, nagyon sok valótlan tartalommal bíró információt, és ez az embereket ugye megijesztette, és voltak olyan pillanatok, mikor településekről fiatalok tömegesen indultak mondjuk neki a határátkelőnek, és megpróbáltak szó szerint menekülni. Én saját magam voltam kint a Tiszaújlaki és a Tiszabecsi határátkelőnél, ahol beszéltem az emberekkel, és megpróbáltam elmondani nekik, hogy az a hír, ami adott esetben XY sajtó terjesztett, ez nem igaz, nem nyugodjanak meg. Tehát fontos az, hogy tudjuk nyugtatni az embereinket, és figyeljünk oda az információknak a valóságára. Tehát én azt látom, hogy ebben nagyon sokat erősödtünk, ez a fajta kommunikáció megvan. Az emberek nem szégyelnek kérdezni, akárha csak közösségi médiában, a közösségi médiára gondolok, megvannak azok a kis csoportok, amelyben 100-an, 50-en, esetleg több százan vannak, és ott gyorsan tudnak információt cserélni egymással, és hát bízom benne, hogy a 2014-es események azok nem ismétlődnek meg. Köszönöm szépen, István, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy a telefonon keresztül beszámoltál nekünk a kárpátai magyarok helyzetéről. Én az anyaországi magyarok többségének a nevében kimerem mondani, hogy lélekben veletek vagyunk, és nagyon sokat gondolunk rátok. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Ez volt már a hadjárat. 2 hét múlva egy újabb műsorral jelentkezem a viszonthallásra.